Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban vendégeinket. Először is Keresztényi Jánost, aki a Kreatív Ipari Klaszter elnöke, illetve Janovics Lászlót, aki a Baranya megyei munkahelyi központ vezetője. És egy olyan programról ejtünk ma szót, ami most indult újra, július 1-ével, méghozzá az önindító program. Ezt járjuk egy kicsit körül. Mi is ez a program? Kezdjük az elején, kiknek szól, mert hogy ez egy munkaerőpiaci program, munkához jutást, illetve vállalkozóvá válást segíti, de hát kiknek? Hát azt is mondhatnám, hogy ez egy atipikus munkahelyteremtő program. Ugye a kormány, amikor meghirdette programját, akkor a legfontosabbnak a munkahelyteremtés, legfontosabb feladatának a munkahelyteremtést jelölte meg, és nekem foglalkoztatási szakemberként is ez az egyik legfontosabb feladatom. Ez a program azért atipikus, mert nem úgy működik, hogy van egy munkáltató vagy egy multinacionális cég, aki idejön és akinek azt mondjuk, hogy vedd fel a mi munkanélkülieinket, hanem azokat a fiatalokat keressük meg ezzel a programmal, akiknek a kreatív ipar területén vannak elképzeléseik, ötleteik, van olyan hobbiuk, ami akár egy vállalkozásá is kinőheti magát, amiből ő meg tudja teremteni azokat a feltételeket, hogy hosszú távon eltartsa vele saját magát és a családját. És ez a program ezeknek az embereknek szól, és hát nyilván beszélünk majd róla, ennek a feltételeit próbáljuk megteremteni, hogy végigvezessük őket azon az úton, ami odáig vezet, hogy az ötlettől egy működő vállalkozásig hogyan lehet eljutni. Kicsit úgy is felfoghatjuk, ha gonosz vagyok, ezt, hogyha már nem jönnek ide múltik, akkor próbáljuk meg magunktól megoldani a munkanélküliség kérdését, legalábbis helyi szinten, kicsit egy ilyen hozzámbáros effektusa, hogy kirángatjuk hát magunkat a bajból? Ez egy alapvető kérdés, hiszen ez a csodavárás, vagy a mesiás várásnak az időszaka az elmúlt 20 évben már eltelt. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy mindenki a saját kezébe vegye a saját sorsát, és hát ez igaz a itteni baranyai emberekre is, a kistérségekben élő emberekre is. A kreatív ipar ugye az azért már régóta létező fogalom, meg régóta működő szektor itt Baranyában is, de hát nem sokan ismerik, illetve hogyha egy idősebbnek azt mondjuk, hogy kreatív ipar, akkor nem tudja, hogy mire gondoljon. Egy kicsit ezt mindig meg kell világítanunk, most is tegyük meg. Nagy lehetőség ez, és köszönjük szépen, hogy erről beszélhetünk. És szintén nagy lehetőség az, hogy a kreatív ipari fókusszal, illetve idén a turizmusra kibővülve az önindító elindulhat. Ez egy nagyon fontos szemléletváltás. Egyrészt a munkahelyi központ részéről, másrészt idén ugye a város is csatlakozott a programhoz, ezért a város vezetése részéről is egy érdekes, és azt gondolom nagyon előremutató gesztus, hogy az együttműködését ajánlja ebben a programban. Ugyanis a kreatív ipar az mindig létezett, már nagyon-nagyon régóta, csak nem nevezték ennek. De mindenféle más módon, tradicionális iparágak, művészet, rendezvényszervezés, média, nyomtatás, mindegyik külön-külön volt, de így külön-külön nem szerveződtek iparrá. És az a célunk, és az egész klaszter például azért alakult 2007-ben, hogy felmutassuk a kritikus tömegét ennek a fajta tevékenységnek, és megmutassuk azokat a vállalkozásokat, amelyek ebben részt vesznek vezető vállalkozások, vagy esetleg nemzetközi hírű vállalkozások. Egy ilyen felmutatás esetén találkoztunk. A munkahelyi központ, a Janovics úr volt a vendége egy klaszter találkozónak, ahol a sikersztorikkal bemutattuk, hogy valóban milyen munkahelyteremtő ereje van egy kreatív tevékenységnek, és ezért nevezzük kreatív iparnak ezeket az iparágakat összefogó néven. Richard Florida kezdte ezt illetve Charles Landry először, de Richard Florida kezdte ezt az elnevezést, nemzetköziesíteni, és a Kreatív Osztály Felemelkedése című könyvében tette publikussá, és aztán ennek a egész nagy mozgalma is, és aztán most már szerencsére tudományos irodalma is van. Megvan ez a kritikus tömeg itt Pécsett. Mondjunk példákat, mondjunk olyan vállalkozásokat, vállalkozókat, akik ide tartoznak, és hát már elértek valamit, amire mi is büszkék lehetünk. Hát bőven, tehát mindenki ismeri ezeket a vállalkozásokat. A kreatív ipari klaszter tagjainak felsorolása például a kik.hu-n megtalálható, de
Ugye a kreatív iparba tartozik a rendezvényszervezés. Ennek nagyon sok ága van. Vannak például, ha nem számít reklámnak, akkor elmondhatom, az Erla Sound VT, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ugye ők a Sziget Fesztivált közvetítették 2012-ben a YouTube-ra, 15 színpadon keresztül, vagy például ott van a P-Kongress Kft., amelyik idén márciusban szervezett egy több mint 400 fős világkongresszust, aminek Budapest volt ugyan a helyszín, ami Pécs nem tudta volna befogadni, de jöhetett volna Pécsre egyébként. Ezek nagyon kicsi vállalkozások ahhoz képest, hogy mekkora teljesítményeket érnek el, és egyre több és több embert foglalkoztatnak. Hát ugye az Erla Sound egyébként a város nagy rendezvényeit, a környék nagy rendezvényeit rendezvénytechnikával kiszolgálja. Akkor ugyancsak, hogy magáncégeket említsek, ott van a Dekorozmár Kft., amelyik egy nagyon magas színvonalat produkál, és az ország minden tájára dolgozik. Vagy most éppen nem akarok megsérteni klasztertagot, hogy kihagyom ezért, inkább mondanám azt, hogy és benne vannak a nagyvárosi cégek is, például a Zsolnai Örökségkezelő, az összes helyszínével most lép be a Janus Pannonius Múzeum, a tagja a klaszternak a Pannon Filharmonikusok, és az Orgona Manufaktúra, amelyik magán cég és Kínától kezdve az Egyesült Államokig mindenhova szállít orgona alkatrészeket, orgonát. Nem is gondolja a város közönsége, hogy ez egy mekkora nemzetközi tevékenységet, mennyi innovációt hoz létre az automatikus orgona vezérlőeszközök fejlesztésével, amit a Matro Kft.-vel csinál itt Pécset. Tehát van egy csomó olyan együttműködés, ami már nem is csak kreatív ipari, hanem úgynevezett cross-szektoriális, tehát mondjuk a kreatív ipar és a gépipar együttműködéséből adódik. De ezt órákig tudnám mondani, úgyhogy most inkább korlátozom magam. A szoftverfejlesztők, a tervezők. Pont erre akartam kiukadni, hiszen ez is erős pont. Elhangzott egy példa is a meseíróval kapcsolatban azon a sajtótájékoztatón, amikor először bemutatták az idei önindítást. Ez egy nagyon érdekes példa, hogyha elmondaná itt igazgató úr stúdióban is. Ugye ennek a programnak volt egy előzménye, ez már tavaly már elindítottuk ugyanezt a programot, és most azoknak tapasztalatok alapján apróbb módosításokkal a következőt is. Az előző programban például volt egy meseíró, aki, János mondja, hogy milyen díjat nyert Amerikában. Ha jól emlékszem, Detroitban nyertek egy nemzetközi könyvkiadó verseny, tehát könyvkiadók adták ezt a díjat. Tehát, hogy ennyire kreatív, hogy nem tudjuk egészen pontosan. Én magam se tudtam volna elképzelni, hogy meseírásból meg lehet élni vállalkozóként, egyéni vállalkozóként, de hát ennek az egyéni vállalkozónak van egy egyéni vállalkozó illusztrátora, aki az ő mesekönyveit illusztrálja. Tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy itt ezek a vállalkozások között egy fajta kooperáció is elindul, és ez így egymást erősítve tudnak a piacon megjelenni. Egy nagyon fontos dolog ezzel a kreatív szektorral kapcsolatosan, hogy én magam közgazdász vagyok, és ugye sokszor és régóta beszélünk arról, hogy mi az, amit Pécset kihúzza abból a helyzetből, abból a gazdasági helyzetből, amiben van, és ugye az előbb említette azt, hogy nekünk magunknak kell kihúznunk saját magunkat a hajunknál fogva. Ezer és ezer SWOT-analízist készítettek, gondolom itt a városban is arra, hogy mik a városnak az erősségei, gyengeségei, veszélyek és stb., hogy miből lehet itt építkezni. Én egy alapvető közgazdasági tétel az, hogy mindenkinek abban kell versenyeznie, ahol komparatív előnyei vannak. Ha én valamiben jó vagyok, jobb vagyok a versenytársaimnál, akkor nagy valószínűséggel én abban a versenyben meg fogom tudni állni a helyemet. Nekünk, és ez egy stratégiai kérdés, hogy egy gazdaság fejlesztésénél, egy szektor fejlesztésénél, vagy az, hogy mire helyezzük a hangsúlyt, a fókuszokat. Én azt gondolom, hogy Pécsnek, Baranyának is arra kell helyeznie a hangsúlyt, amiben jó, amiben jobb, mint a környezete, jobb, mint mások. Akkor van esélye a versenyben, a piaci versenyben talpon maradni. És én azt gondolom, hogy nekünk nem biztos, hogy abban kell versenyezni, hogy a betanított munkában jobbak vagyunk, mint mások, mert a betanított munkás az másutt is ugyanolyan, hanem meg kell nézni, hogy a komparatív előnyeink éppen az egyetem, a Európa kulturális fővárosa, a pécsi millió, a művészetek és a kreatív
fők itt léte, ez az, amire nekünk, hogyha ha erre még teszünk, és ebben támogatjuk őket, akkor az ő versenyképességüket azt hisszük, hogy az ő versenyképességüket javítjuk. A kreatív fők itt létéhez, ha csatlakozok egy mondattal, a poszt idején ültünk a gyermekeimmel egy étteremben, és ebédeltünk, és közben a Király utcában így mentek el előttünk az emberek. És akkor a gyerekeimnek folyamatosan mondtam, nézd csak, ott az egy Munkácsi díjas festőművész, az egy Kossuth díjas színész, az egy Jászai díjas színész, ott megy, ott megy az ország legjobb színház rendezője, ott megy Szakonyi Károly, aki egy fantasztikus drámaíró. Vagy itt élnek velünk olyan emberek, mint Pincehelyi Sándor, Bakman Zoltán, akiket az hétköznapi ember nem ismer fel az utcán, nem tudja, hogy egy európai vagy világhírű szakember mászkál mellette az utcán, vagy ül le meg mellette az étteremben. Vagy hát lehetne sorolni még tovább a művészeket, ugye, akik a művészeti karról kikerülnek, akik jelentős képzőművészek, Rétfalvi Sándorról szinte nem is beszél senki, pedig hát ugye minden nap látjuk az alkotásait a Székesegyházan, a Tetjén. A elképesztő művészi közösség létezik Pécset, és a fiatalok is, akik most jönnek ki az egyetemről, nagyon-nagyon magas színvonalú, nemzetközi minőséget produkálnak. Nincs ezzel a világon semmi gond. Hihetetlen jó, és hát most ez hülye hangzik, de mondhatnám, hogy az egy négyzetméterre vetített Kossuth díjasok aránya szerintem Magyarországon a nem mérte senki, de szerintem Magyarországon nálunk a legmagasabb. Tehát ha Budapest kivesszük a mérésből, és a vidéki városokat nézzük, nincs még egy olyan város, mint Pécs, ahol ilyen emberek mászkálnak. Tehát ezt bohém faktornak mondja egyébként a szakirodalom, és Pécs lehetne Magyarország bohém város, ami New Orleans Amerikának, vagy San Francisco Amerikának. Ez nyújt segítséget ez a program is, vagyis hát próbál segítséget nyújtani. Kiírták a pályázatot, kiknek szól, kik jelentkezhetnek, kiket várnak egyáltalán? Hát mivel a munkaerőpiaci alapból finanszírozzuk ezt a programot, mi regisztrált álláskeresőket vonunk be ebbe a programba. Tehát olyan embereket keresünk, akiknek az ötlete megvan, ez a kreativitás megvan, és nyilván lesz egy válogatás, egy szűrés, hogy mindenféle szem. Tehát egyrészt nyilván az ötletet is, magát a potenciális vállalkozót is tesztelni fogjuk, hogy a személyiség jegyei alapján is alkalmas-e arra, hogy egy vállalkozást indítson. És ennek a programnak végül is a célja az, hogy amit a János mondott, hogy ez a kreatív tudás, meg a kreativitás, ami benne van az ember, az hogyan fordítható le pénzkereseti tevékenysége, mert a mi szempontunk ez ebben a programban. Tehát nem azért mondjuk be őket a programba, hogy már bocsáss meg, hogy minél több Kossuth díjas művésze legyen a városnak, hanem azért az a célja ennek a programnak, hogy ő neki van egy magas szintű tudása, azt hogyan lehet egy olyan vállalkozássá átfordítani, amiből pénzt lehet csinálni. És ezt fogják megtanulni ebben a programban. Ennek egy éves képzési része van, ahol megtanulnak üzleti tervet készíteni, piacot elemezni, piaci igényt kelteni, reklámot, marketinget, könyvelést, és egy csomó olyan dolgot, ami egy működő vállalkozás beindításához és működtetéséhez szükséges. És akkor egy fél év után eljutnak majd egy döntési ponthoz, ahol megmérik azt, hogy amit ők behoztak ebbe a vállalkozásba, az az ötlet, az a tevékenység, az elég, és én magam, tehát ő maga, aki ebben a vállalkozó lesz majd, ez elége ahhoz, hogy ez a vállalkozás elinduljon, és akkor végül is a döntést azt fél évnél kell meghozni, hogy indul a vállalkozás, vagy nem indul a vállalkozás. Indul, mert megteremtődtek a feltételeik, én fejben rendben vagyok, a gazdasági alapjait, a tudást, a partnereket, a piacot, az üzleti tervet rendben lévőnek találtuk, és indul a dolog, és akkor a második fél évben akkor
egy újabb fél éves vállalkozóválási támogatási szakaszban a minimálbért folyósítva az induló vállalkozásnak, mert ugye a tapasztalat az, hogy az induló vállalkozás az kezdetben még nem tartja el a vállalkozót, tehát ott kell egy átmeneti segítség, ez egy fél éves időszak. Illetve van egy beruházási típusú támogatás, ami 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás lehet, abban az esetben, hogyha a vállalkozás indításához eszközök kellenének. Mondjuk itt nézem a kamerát, hogyha valaki egy film vállalkozás, épp egy kamerát kellene venni ahhoz, hogy elinduljon a vállalkozás, vagy fényképezőgépet, akkor ezeket meg tudja vásárolni. És azok, akik úgy döntenek, hogy megnéztem, kipróbáltam, végiggondoltam, minden segítséget össze, nem. Ez nem piacképes ez a dolog, ezt nem tudom piacképesen működtetni, vagy én személyesen úgy érzem, hogy nem vagyok alkalmas. Én egy alkalmazott típus vagyok. Idegen tőlem a vállalkozás, nem tudom ezt a stresszt, ezt az állandó változást, akkor az dönthet úgy, hogy megtartom hobbiként ezt a dolgot, és úgy csinálom tovább, és elmegyek alkalmazottnak egy vállalkozásban. A tavalyi évnek a tapasztalata, hogy volt, aki így járt, de akkor, hogyha már visszatérünk a tavalyi évhez, akkor mondjuk el, ott milyen eredmények születtek, úgymond hányan váltak tényleg vállalkozóvá, hányan buktak el, vagy csináltak ilyen pályamódosítást, inkább azt mondom. Nem volt. Nyertes volt itt. Mindenki nyertes volt. De ez nem az a szlogenszerű, mindenki nyertes. Tényleg, hát aki nem indította el, az megkímélte önmagát, a társadalmat, a környezetét egy vergődő vállalkozástól. Nem halmozott föl adótartozást, nem bocsátott ki fedezetlen számlát. Tehát nem történt olyan, ami... Tehát nem kényszerítjük bele a vállalkozásba azt, akit bevontunk ebben a programban, hanem tényleg az ő döntése az, hogy indul vagy. Ja. És hogyha azokról beszélünk, akik elindultak, hát ők most például néhányan összeálltak és indítottak egy látványműhelyt a Király utca végén. Akkor van, aki azonnal egy építész irodában kezdett dolgozni. Akkor van köztük olyan, aki a Bohácsi Busó udvart építette föl. Van egy, mert mindegyik nagyon sikeres, és nyomon követjük, a kapcsolat megvan, ők maguk is terjesztik az önindító szellemiségét, és úgy tűnik, hogy ez kezd egy szellemiségé kibontakozni. Egyrészt az ő együttműködésükről, ugye ők egy coworking házban szocializálódtak a vállalkozásról, tehát akik otthona, a klaszter otthona az egy coworking ház, a Kohó ház. És most is ott fognak szocializálódni, megtanulják az együttműködés formáit, és a vállalkozói tevékenységet. Annyira, hogy most ebben az új programban még jobban arra fogunk figyelni, az első perctől a vállalkozások építésén, tehát az elméleti rész közben is, már az üzleti terv kidolgozása közben is praktikusan gyakorolják a vállalkozásukat, és napi coachinggal fognak haladni abba az irányba, hogy már eladhassanak, már csinálhassák a dolgot. Mi, akik egyesülettel mögöttük állunk, ez a megállapodásunk a munkaügyi központtal, hogy mi fizikailag mögöttük állunk, mint szervezet, tehát arra az időre be is kerülnek egy kicsit úgy a rendszerbe. Tavaly 20-an voltak, idén is szintén 20-an lesznek? Igen. 80 millió forint jut erre a programra, ebből gondolom a támogatásokat, a képzéseket fizetik, illetve az elinduláshoz is ebből tudnak biztosítani tőkét. Teljes költségvetés, és lesz egy komoly szűrés. Ez elhangzott korábban is, hogy azért tényleg figyelni kell arra is, hogy ki milyen lelki alkattal vág bele ebbe a képzésbe, és erre is külön figyelnek majd. Hogyan? Hát egyrészt a munkaügyi központnak van erre szakembere, aki felkészít egy olyan tesztet, amivel ez menni fog, tehát van egy egészen egyszerű, praktikus megoldása, egy pszichológiai teszten, ez egy eléggé sima ügy. A másik, hogy egy bizottság felvételizteti a jelentkezőket. Először egy írásos jelentkezési lap van, azt elolvassuk mindannyian augusztus 19-e után, és akkor lesz egy szűrő. Augusztus 19-e. Igen, tehát maga a jelentkezési lap az letölthető a honlapokról, illetve a munkaügyi kirendeltségeken is beszerezhető. És augusztus 19-ig várják, hogyha nem érkezik meg, akkor ők automatikusan kiesnek? Nincs türelmi idő, nincs. Nem van zárva, kész. Jó. Hogyne, sőt, mindenkit kérünk, hogy a lehető legaprólékosabban töltse ki, amennyit csak tud írja bele, illetve fókuszáljon egy kicsit a piacra, hogy az ő ötlete milyen piaci fájdalomra gyógyír. Másrészt talán
félreértés lehet, hogy csak fiatalok jelentkezhetnek. Nagyon sokan érdeklődnek nálunk az 50 pluszos korosztályból, akik pont a társadalmi struktúraváltozás, vagy a munkahelyi struktúra változás miatt vesztették el állásukat, vagy kerültek olyan lehetőségbe, hogy elindíthatják a vállalkozásokat. 50 évesen pont meg lehet valósítani az álmainkat egyébként, tehát ez nem egy olyan rossz lehetőség. Ugye ők is jelentkezhetnek, ezt erősítsük meg, hogy bárki. Regisztrált álláskeresőnek kell lenni, ez az egy feltétel van gyakorlatilag. Vannak az úgynevezett keresztapák, még mielőtt valaki rosszra gondolna, itt arról van szó, hogy ezeket a vállalkozókat kézen fogják, vezetik végig, ők mint tapasztalt szakemberek ezen az úton, ők kik? Kire kell gondolnunk, ha azt mondjuk, hogy keresztanyák? Igen, mentorok gyakorlatilag. Olyan mentorok, akik a programban szerepelnek. Ugye nem említettük, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara partnerünk ebben a programban. Ő részt vesz a képzés szervezésében, és többek között az ő feladata az is, hogy olyan sikeres vállalkozókat bocsásson a rendelkezésünkre, illetve hát a programban résztvevők rendelkezésére, akik olyan bizonyítottan sikeres vállalkozók, akik pár évvel korábban indították el a saját vállalkozásukat, azokon a dolgokon mentek keresztül, amelyek most a programban résztvevőkre várnak, tehát hitelesen el tudják mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy az ötlettől a sikeres vállalkozásig eljussanak, és ők ott vannak mellettük, őtőlük kérdezhetnek, őtőlük segítséget kaphatnak, tehát ők gyakorlatilag folyamatosan ott vannak, és fogják a kezüket addig, amíg a program véget nem ér. Bekerült a turizmus, ezt már említettük az elején, egy kicsit érünk erre vissza, ez egy olyan ága a gazdaságnak, ami azért helyhez kötött kicsit, nem is biztos, hogy a kreativitáshoz van köze, vagy van köze a kreativitáshoz. Pont erre akartam kiukadni, mert hogy azért nem mindegy, hogy valamit hogy tálalunk. Egy látványosságot, egy turisztikai a turizmus a kreativipar része, vagy nem, de végül is akkora ágazat, hogy kivették belőle, és a turizmus önállóan szerepel ágazatként, csak hogy így a szakmai részt elmondjam, de alapvetően itt ez az összevonás, ez azzal is összestimmel, hogy mi részesei vagyunk egy Cluster Meet Culture nevű programnak, ami a dél-kelet-európai Európai Uniós finanszírozású program csomagban van, és ebben a tradicionális kreatívipari munkahelyek turisztikai vonzerejének növelését tűzte ki célul a konzorcium, úgyhogy ez most tökéletesen összestimmel ez a kettő, hogy jelentkezett gondolom a turizmus ágazat, hogy őnekik is volna ebben lehetőségük, és mi is úgy látjuk, hogy a klasszikus turisztikai élménykínálatok, hogy most megnézzük a múzeumot, megnézzük a múzeumot is át kell alakítani kreatívabbá, és megnézzük ezt, megnézzük azt. Amellett most már az emberek arra is kíváncsiak, hogy hogyan készül ez a hogyan készül sorozat, ez sokat segített a kreatív iparnak, hogyan készül a pécsi kesztyű, amit a Lady Gaga hord, vagy hogyan készül egy orgona, az orgona manufaktúra egy olyan látványos hely, hogy gyakorlatilag nincs az a belépti díj, amit ne fizetnének meg az emberek érte. Tehát hogyan készül műfajban is lehet hasítani, ezért is jött létre a látványékszerész műhely, és ezek a dolgok, tehát ez így működik. Igen, azt gondolom, hogy ahhoz is kreativitás kell, hogy kitalálják azt, hogy a turizmus hogy tartja el egész évben abban dolgozó vállalkozókat. Tehát a turizmusnak az egy hátulütője, vagy a nehézsége, a probléma, hogy szezonális. És ehhez bizony kreatív ötletek kellenek, hogy ezt a szezont kihúzzuk január 1-től december 31-ig. Így van. Velencében, bocsánat, csak a példát elmondom, hogy onnan indult az egész, hogy Velencét mindenki a lagunáról, meg a Velence kisvárosról ismeri, holott Velence a világ legnagyobb cipőipari központja, és 600 éves a cipőipari klaszter, a Dior, nem, a Gucci cipőket, meg az Armani cipőket ott csinálják, ott tervezik, senki nem tudja. Senkit nem is érdekel, pedig nagyon látványos, nagyon érdekes, például ez a cipőipari rész Velencében, vagy a sportcipőket Montebellunában találták fel, amelyik ott van Velence régióban. Érdekes ez a téma is, viszont amikor végeznek ezek a vállalkozók, akkor iroda, műhely, ilyesmire van szükségük, ebben pedig a város segít, hogy legújabb megállapodás szerint hogyan?
Hát a városnak az a vállalása, hogy a program résztvevőinek, amikor elindul a vállalkozásuk, akkor egy évig ingyenes helyet biztosítanak. Tehát nem kell bérleti díjat fizetniük egy évig a tevékenységükhöz. Hát nyilván, mivel nem tudjuk még, hogy milyen típusú tevékenységet végeznek az, aki kereskedő lesz, annak nyilván a Király utcában, vagy a valahol, ahol az emberek megforognak. Aki termelő tevékenységet folytat, az annak valami ipari zónában nyilván. Aki meg mondjuk mesekönyvet ír, az lehet, hogy otthon is tudja ezt a tevékenységet. Otthon nem lehet, ehhez el kell a coworking házba, vagy valahova. Így van, a coworking házban, és ott kell dolgozni. De a város vállalása az, amit Csizi Péter alpolgármester úr a sajtótájékoztatón bejelentett, hogy a program résztvevőinek egyéves ingyenes bérleményt biztosít a város. Augusztus 19-ig várják a jelentkezőket az önindító programra. A lényeg az, hogy regisztrált munkanélküliek legyenek, akiknek van egy jó ötletük, és szeretnének vállalkozóvá válni, tehát önerőből megoldani a foglalkoztatásukat. Ehhez nyújtanak önök segítséget. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és tájékoztattak bennünket. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.